Megtartotta a Györffy István Katolikus Általános Iskola tanévzáró ünnepségét, ahol miniszteri díjakat is és az iskolai jutalmakat is átadtak. A tanévzáró ünnepség Gulyás Ágnes és Hajnal Zsombor első B osztályosok szavalatával kezdődött, majd Kovács Miklósné igazgatónő mondott ünnepi köszöntőt. Mindjárt arra törekedtünk, hogy a nehézségeket elviseljük, leküzdjük és sikeresek legyünk. A legtöbb váratlan, ismeretlen kihívással talán az első és nyolcadik osztályosoknak és osztályfőnökeiknek kellett megküzdeniük. Kedves elsősök! Nagy öröm számunkra, hogy a nehézségek ellenére sikerrel zártátok a tanévet. Azaz második osztályba léphettek. Megtanultatok írni, olvasni, számolni, mint ahogyan ezt Gulyás Ágnestől és Hajnal Zsombortól. Nagyon szép bizonyítványokat vehettek általánosan. Kívánom, hogy ez a lelkesedés és a tudás utáni vágy kísérjen benneteket a további iskolás éveitek alatt is. Köszönöm szépen Erika nénének, Emese nénének, Éva nénének és Krisztián bácsinak, hogy támogatta, segítettek titeket. Köszönöm szüleiteknek a támogatást, és hogy partnerként tudtunk együttműködni fejlődéseket érdekében. Kedves nyolcadikosok! Az iskola folyosóján lévő tablótokról már emlékként mosolyogtok ránk. A nevetekkel ellátott emlékszalagok a templomban, a kopjapán, a miskakancson őrzi emléketeket. Idézzük fel a ballagást néhány boldog pillanatát. A ballagási ünnepségen több ballagó tanuló részesült elismerésben. Kiemelkedő tanulmányi, közösségi és sportmunkáért. Iskoláért emlékeket rakettet vehetett át a 8. állosztályból Madar Szilvia Nóra, Esznagy János Gábor, Szabó Krisztina Éva, Tóth Vilmos, Törzsök Hanna, Újvárosi Dorina. A 8. B osztályból Pap Gábor és Györffy Eli. Kiemelkedő munkájáért utalomkönyvvel ismertük el 3. 8. állosztályos tanuló munkáját. Kálmánnak Csenge, Kovács Luca és Örvös Anita Beáta. Vámor kopadíjat kapott kiemelkedő sporttevékenységéért Pap Gábor 8. osztályos tanuló. Iskoláért Vámor kopadíjat kapott Szabó Krisztina 8. osztályos tanuló. Mint elhangzott, szeptembertől 11-en gimnáziumban, 23-an technikumban, 10 szakképző iskolában tanulnak tovább a végzősök, akiktől azt kérte, emlékezzenek mindig szeretettel egymásra, tanáraikra, a Györffy István Katolikus Általános Iskolára. Megköszönte az osztályfőnökök és a szülők 8 éven át tartó lelkiismeretes támogatását, majd értékelte az idei tanévet. Szeptembertől ti 44-en már máshol folytatjátok tanulmányaitokat. 11-en a gimnáziumban, 23-an technikumban, 10-en szakképzőiskolában. Kívánjuk, hogy az iskolában megszerzett ismereteiteket a későbbi tanulmányaitok során tovább gazdagítsátok. Legyetek sikeres, boldog emberek, bármerre is vezet majd utatok. Az itt szerzett tudás és keresztény értékek legyenek segítségetekre további boldogulásotokban. Emlékezzetek mindig szeretettel egymásra, társaitokra, tanáraitokra és a Györffy István Katolikus Általános Iskolára. Köszönöm osztályfőnökeiteknek munkáját, akik jóban, rosszban sorsközösséget vállaltak veletek, Vivizló Csaba tanárúrnak és Kovácsné Kuneszter tanárnőnek. Köszönöm szüleiteknek 8 éven át tartó, kitartó, lelkiismeretes támogatását. Kedves Györffy gyerekek! Természetesen a köztes évfolyamokon is szorgalmasan, kitartóan és eredményesen dolgoztatok a tanév folyamán. Következzen rövid számvetés a Györffy István Katolikus Általános Iskola 2020-2021. Tanévének eredményeiről. Sajnos az éles munkatervünk gazdag programkínálatát mindig az adott járványügyi helyzethez kellett igazítanunk. Legtöbbször felköltözve az internetre, de az adott helyzetből a lehető legtöbbet kihozva sikerült megvalósítanunk azokat. Bár a tanév bővelkedett váratlan élethelyzetekben, a legfontosabb célkitűzésünket, a tanév tanulmányi követelményeinek sikeres elsajátítását minden tanulón teljesítette. Hamarosan
a tanévben elért eredményeitekről kaptok értesítést 369-en, 175 alsós tanuló és 194 felsős. Örömmel jelenthetem, hogy mindenki felső osztályba léphet, évfolyam ismétlő nem lesz. A 47 első osztályos tanulók közül 22-en, majdnem a felük 47%-uk kiválóan teljesítették az első évfolyam követelményeit. A tanévzáró ünnepség elismerések, díjak, kitüntetések átadásával folytatódott. Karcag Városi Önkormányzat képviselőtestülete a tanulmányi munkában és a sportban mutatott szorgalmáért, kitartásáért, küzdeni tudásáért, eredményeiért a Karcag Város jó tanulója, jó sportolója díjat Papp Gábor 8. B-osztályos tanulónak adományozta. A díjat Sári Kovács Szilvia alpolgármester adta át az intézmény tanulói, nevelői és dolgozói nevében. Kovács Miklósné gratulált Papp Gábornak és családjának. Ezt követően a kitűnő bizonyítványt elért tanulóknak adott át könyveket az igazgatónő. A tanévzáró ünnepségen a 4. B1 csoportja dél-alföldi oláos táncot mutatott be. Felkészítőjük Oroszné Milinkov-Ferrita táncpedagógus volt. Az ünnepség Gulyás Zsolt atya az iskola lelki vezetőinek áldásával ért véget.